Hát sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Senkit nem akarok megijeszteni, de most körülbelül úgy nézek ki, mint Betty a csúnya lány, legalábbis párom szerint. Hát nyilván nem a hajamról fog szólni ez a videó, de nyilván jönnek majd a kommentek, hogy mi az Isten történt velem. A gyerekek, én se tudom, de már megbántam. Tegnap voltam fodrásznál, és hát Vivike levágatta a haját, vagyis hát fufrut vágattunk, és hát milyen jó ötlet támadta az eszembe, hogy na akkor anya is, ugye? Meggondolatlan. Hát gyerekek, ezt annyira megbántam, alapból szerintem nem is áll jól nekem, és hát küzdök a fufrúval, mert ez sehogy nem áll. Tehát ha kivasalom, az se jó, ha beszárítom, az se jó, de hát ez már így marad, ha egy kicsit nő, akkor oldalra tudom rakni. Talán ha így félrehúzom a hajamat jobb. Ez van, ezzel kell beérnetek, de remélem, hogy kárpótol titeket ez a kis nasi kóstolós videó, ugyanis a Pepco-ban voltam, és beszereztem egy-két nasit, mert hogy most már a Pepco-ban is árulnak fincsiségeket, úgyhogy ebbe a videó ezeket fogjuk megkósolni. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Na, mielőtt belevágunk, de egyébként én már megettem itt mindent közben, csak most jutott eszembe ezt elmondani, hogy nem tartalmaz szponzorációt a videó, nem kért meg senki rá, hogy ezt megvegyem és megvásároljam, hogy nem keresett fel a Pepco. Ezt mindösszesen magamnak egy ilyen kis tesztet gondoltam, illetve nektek, meg is szavaztátok, úgyhogy vágjunk is bele. Amiket itt költöttem összesen, amit láttatok itt, ez 3400 forint volt, és mindent ki fogunk elemezni, lesznek itt ugye sósak, édesek is. Szerintem kezdjük is a snack kóstolást. És ami idegesít még ebbe a hajba, hogy néha így belelóg egy-két hosszú hajszál az orromba. Legelőször is egy sóssal fogunk indítani, amit láthatok is. Ez egy chips lesz méghozzá barna rizsből, pizzás ízesítésű és extra virgin olívaolajjal, extra szűz olívaolajjal van. Vegetáriánusoknak nincs benne glutamát, szóval ilyen tök egészséges cucc, mert egyébként ilyenek is vannak. Pizzás, kukorica és rizs chips. Kukoricából és barna rizsből készült puffasztott snack, pizzás ízesítéssel összetevők, 62% barna rizs, pizza aroma és stb. Nyomokban szezámmagot tartalmazhat. Na, bontsuk is ki. Hú, de megtévesztő. Na jó. Szóval látjátok, hogy ilyen vastag szeleteknek tűnik. Én olyanra gondoltam, mint a puffasztott rizs, de ez nem olyan. Szóval ez olyan vékony, mint egy chips. Nem puffasztott rizsre hasonlít. Itt van benne. Illatra nagyon-nagyon érződik a pizzás illat. Na, nézzük a tésztesztet. Nekem ez picit sótlan. Látszik, hogy ez egy ilyen egészségesebb alternatíva. Hasonlít a sima chipshez, inkább ahhoz tudnám hasonlítani, így kinézetre. De ízre viszont már hasonlít a puffasztott rizsre. A puffasztott rizs és a chips közötti alternatíva. De nagyon-nagyon finom, érződik benne a pizza, nagyon-nagyon különleges. Szerintem a gyerekeknek tuti nem fog ízleni. És ha nem mondtam volna, fontozunk 1-től 5-ig, nyilván az 1-es a legrosszabb, az 5-ös a legjobb. És én így kezdésnek 5 pontot adok is ennek, mert ez nekem nagyon bejön. Maradjunk a sósaknál. Következő egy klasszikus kukac lesz, Corn Puffs Buggy. Egy 80 g-os kuki, és ezt azért választottam, mert az Oshonben található pufulettéhez hasonlít. Szerintem ilyen puha lesz. Az már nagyon-nagyon felment. Olyan 300 forint körül van egy csomag kuki, ha jól emlékszem. És ez is 300 forintba kerül, 80 g-os. Na, nézzük meg. Nagyon jó illata van. És nagyon puha. Picit olyan kesernyés az utóíze, és sótlanabb, mint az osönös. Igazából nem rossz, de szerintem az osönös sokkal finomabb, és sokkal puhább, viszont szerintem sokkal jobb, mint egy sima kópos kuki, vagy bármi. Még szerintem a macskás kukitól is jobb, a Tomi, vagy nem tudom, hogy hívják. Úgyhogy én adok erre egy 4 pontot, teljesen jó. Következő is egy sós lesz, ez egy kisebb csomagolású gluténmentes chips, 50 g-os, Amika a márkája, ez egy sima alapsós chips, 250 forint, sima sós chips, hát 250 forintért 50 g, nem tudom, nézzük meg. Ilyen kis pici chipsekről beszélünk. Nem sótlan, nem túl sós, picit olajosnak érzem, de hát a chips az legyen egy picit olajosabb is.
Én ettem már legutóbb, azt hiszem, hogy vettem egy saját márkás sós chipset, ugye én ezeket úgy szoktam enni, hogy vagy ketchupba, vagy salsa szószba belemártam. Tehát én így önmagában nem nagyon szoktam enni, csak ketchupba, csípős ketchupba. És vettem egy nagyon olcsót itt a kisboltban, de hát az gyerekek olyan bűnrossz volt, ez nagyon-nagyon finom. Úgyhogy én nagyon szeretem a sós chipseket, úgyhogy erre adok egy 5 pontot. A következő pedig egy popcorn lesz, bár én szerintem, én még soha nem vettem úgy popcornt, hogy ki van pattogtatva, mi jobb szeretjük azokat a popcornokat, tudjátok, amit berakunk a mikróba, és magunk pattogtatjuk ki, főleg a vajasat. 32 g-os sós popcorn, ennek a Pepco-nak a blokkján nehéz kiigazodni, úgyhogy mindennek majd leírom az árát, azt vegyétek figyelembe, ne azt, amit én mondok, mert lehet, hogy eddig hülyeséget mondtam. Szóval ez a popcorn, ez 250 forint amerikai popcorn, mutatom nektek. Ez nem jó. Sótlan is, meg nem olyan, mint mikor frissen pattogtatjuk, úgyhogy ezt ne vegyétek meg. Mert elcsipegeti az ember, de ettől sokkal jobbak szerintem a chipsek, úgyhogy én erre 3 pontot tudok adni. Következő, szintén Amica chips, békönös. Egyébként ezekből a chipsből többféle választék volt, próbáltam úgy, hogy legyen benne minden, meg ami volt, mert ugye hát itt ki volt foszva a Pepco. Békönös ízű snack, 35 g-os chips. Én úgy látom, hogy 250 forint, de majd kijavítom magam, ha nem annyi. Mutatom nektek, ilyen kis pici chipsről beszélünk. Olaj illata van, de úgy semmi békön íz, vagy illatot nem érzek. Na így már igen. Picit olajosabb, mint ugye a nagymárkának ugyanez a fajtája. És kevésbé békönös, de szerintem nem rossz. Sőt, nagyon jó. Én erre is adnék akkor egy 5 pontot, mert nem találok benne hibát, de tényleg. Hoztam még egy másik cookie, buggy, pizzás. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire érződik a pizza íz. Ugye hasonlít arra, amit az elején kóstoltunk, csak ez ízesített. Ez is 80 g-os, és ha jól látom, ez is 300 forint. Valami tök jól néz ki, amire jutott pizzapor, valami meg elég hóka, hát ahogy sikerült a dolog. Igen, érződik. Hú, de jó. Nagyon-nagyon jó ízű, sósabb, mint a sima, és tök finom. Jók ezek a zöld fűszerek rajta. Mi van ezen? Kukoricadara, pálmaolaj, pizza fűszerezés 5%. Engem meggyőzött, lehet rá majd inni bőven, mert sós. Úgyhogy 4 pontot kap tőlem. Az utolsó sós finomságunk, ez a Crispy Grizzly, ropogós grizzly, egy mackó van rajta, 250 forint, szóval ez annyira nem volt olcsó ahhoz képest, hogy ez egy kis csomagolású, mézzel sütve, vegetáriánus, ilyen címszavak, 60 g-os, ropi, búzaliszt, repceolaj, cukor, méz. Van benne földi magyaró és tejből készült termék, szóval laktózis van, mert szóval ez ilyen allergiásoknak nem való, vagy érzékenyeknek. Mutatom nektek. Hát annyira nincsenek túlsütve. Milyen a belseje? Hát... amúgy nem rossz ez sem, csak például ott van hagyományos ropi, amin a nagy sódarabok vannak, az szerintem ezerszer jobb. Szerintem ennyi pénzért drága is, úgyhogy erre csak 3 pontot tudok adni. Nekem nem éri meg árérték arányban, nincs olyan finom. Kezdjük egy ilyen dobozos süteménnyel, ami egyébként nem volt benne ebbe a költségvetésbe, szóval igazából 3800, amit itt láttatok, mert ezt még legutóbb vettem, és többféle ízben található meg a Pepco polcain, és mikor legutóbb ezeket megvettem, már ilyen nem volt. Azt hiszem a Baraszlekváros is, és satöbbi, 128 g-os, és imádom, hogy így van rajta a felirat, de így már nem tudod elolvasni, mert fordítva nyomtatták rá. Földi mogyoró, krémes, apró sütemény, eper darabokkal is, egész mogyoróval, tejbevonattal, tejbevonat 25%, tejpor 3,7, földi mogyoró pép 25, van még benne búzaliszt, földi mogyoró darabok 2,5, eper darabok 2,5%, és satöbbi, satöbbi. Na nézzük! Imádom, mikor ilyen nagy doboz, és azt gondolod, hogy ilyen nagy karikák lesznek benne, de hogy nem. 8 darabka van benne, úgy látom, és hát akkor ki is bontjuk. Ilyen az alja, ilyen a teteje, és akkor hát én most beleharapok. Ez nagyon jó. Apám, ilyen ízkombinációt még nem ettem, hogy ez a... mi ez a fehér rajta? Szerintem fehér csoki, mogyoró. Érződik a mogyorókrém. Nagyon jó a kexnek az íze. Viszont egyelőre az epret azt úgy nem nagyon érzem sehol.
nyomokban tartalmaz egy kis epret. Hú, ez nekem nagyon bejön. Nem vagyok édesszájú, komolyan mondom, de ez szerintem hamar el fog fogyni. Mert amúgy a mogyorót meg imádom, a sós mogyorót, szóval ez nálam 5-ös, 5 pont. Következő egy tejcsokoládé puha mogyoró töltelékkel, pálmaolajmentes, és ó, de kicsivel van ráírva, és én ezt nem fogom tudni nektek elolvasni. Tartalmaz diófélét, mandulát és gluténtartalmú gabonaféléket. Tejcsokoládé dióval és nugát töltelékkel 40%. Van benne még tejpor, búzaliszt, 37 g-os és 250 forint. Hát akkor nézzük is meg, hogy hogy néz ki ez a kis csokika. Ez a spórolós csoki, tehát nem beleharapunk, hanem letörünk belőle egy darabot, úgyhogy most én így fogom tenni. Kis bombonszerűre van kialakítva, de azért megmutatom nektek így egybe, ugye ezt már letörtem. Na nézzük. Jön a belseje. Nekem ez nem ízlik. Olyan, hát bocsánat, hogy ezt mondom, de olyan gagyi a csokia. Olyan nem jó ízű. Ami jó. A töltelék sem. Úgyhogy eddig, amit kóstoltam, nem, egyszer nem jó íze van, nem tudom elmondani, de nem ízlik a nyelvemnek. Úgyhogy ez így, hát nem jó. Nem jó. A magyarónak se jó az íze, a csokinak se. Úgyhogy ez egy pont, mert ez tényleg nem jó. Nem. Na hát, ha a következő jobb lesz, sós karamellával töltött ropogós, és rá is mondja, hogy két darab van benne. Ja, hogy ezt még ki kéne hajtani, ott van a magyar. Tejcsokoládé sós karamellás töltelékkel 48% és búzacsipsz. Jó, kóstoljuk meg. 400 forintba került? Hát ez elég drága volt ahhoz képest, hogy ilyen no-name csoki, ugye? Tehát ennyiért már valamit vár az ember, ha jól láttam, de ha nem jó, akkor írom ki az árat. És kettő ilyen csoki van benne. Mutatom közelebbről nektek, úgyhogy az egyikben már bele is harapok, izibe. Na ez jó, ez jó. Nagyon-nagyon finom. És itt a borítóján látszik is, hogy ilyen kis rizsdarabok vannak a csoki réteg alatt. Nem kevés, tehát látszik, hogy milyen kis rücskös. A sós karamella is isteni finom. Ez 5 pont. Ezt ajánlom nektek. Nagyon-nagyon finom. Aki szereti a karamellát, sós karamellát, annak ízleni fog. 5 pont. Szuper. Következő. High Easy mogyorós. Sötét bevonóba mártott ostya mogyoros töltelékkel 47 g. Mogyoros töltelék 69%. Ez egy nápoi lesz, egy mogyoros nápoi. Jól látom, akkor 150 forint volt, szóval nem volt drága. Na nézzük. Így néz ki. Igazából az oldalai be vannak mártva. A teteje az már kimaradt. Na mindegy, úgyhogy török is ebből egy darabot. Hát ez elég nagy darab lett, tehát ezt úgyse fogom megenni. Látszódnak szépen a rétegek, és akkor kóstoljuk is meg. Amúgy én nem szeretem a nápait, szóval... nem. Nagyon édes a töltelék. Nem. Nem jön be abszolút. De sajnálom, úgyhogy 2 pontot kap tőlem. És az utolsó előtti termék, az egy vaníliás croissant, ami ki volt fosztva a csokis. Csokisat már a gyerekek kóstolták, és nagyon ízlett nekik, és 150 forint, szerintem nagyon jó ár érte, 55 g-os, fordított írás, itt is játszik, vanília ízű töltelék van benne, liszt, tojássárgája, és stb. Nyissuk is ki, nézzük meg. De jó illata van. Így néz ki. Oh! Na hát! Az alja picit jobban meg van sütve, mint a teteje, és én most ebből csak egy picit fogok törni, és úgy látom, hogy semmi nincs még benne. Na várjatok, akkor még törünk. Aha, így, ott lesz a töltelék, úgyhogy ezt kóstolom meg, ezt a részét, amiben van egy kis töltelék. Na. Teljesen jó. Sőt, nagyon finom benne ez a vanília puding-szerű vaníliás töltelék. Azt nem mondom, hogy sok van benne, de az se, hogy kevés. Szóval láttam ettől már olyat, ami nagyobb volt sokkal, és nem volt benne semmi, még keresve se. Úgyhogy szerintem a 150 forintot bőven megéri. Igaz, nálunk a gyerekek a csokisat szeretik. A tésztája is jó kis puha, nem tudok rá rosszat mondani, úgyhogy hát kedvencem nem lesz, de egy 4 pontot kap tőlem. És az utolsó, amit kóstolni fogok, ez egy cukor, kávé ízesítésű, azt mondja, töltött karamella 10% csokoládéban, különböző ízekben. Tehát most akkor ebben minden kávé íz lesz? Érdekes. Espresso, diós cappuccino, café latte, iris café. Jó, hát szerintem nézzük meg, hát itt mutatja is, elvileg mind a 4 fajtából lesz benne több. 400 forintba került, vannak benne itt azért szabályozó anyagok is, csokoládé,
kávé 40%, tejcsoki, kakaómassza 30%, oké, és kóstoljuk meg. Aha, húha, van zöld, az a kapucsinós, van piros espresso, van benne ez a kis aranyszínű, ez a café latte. Elvileg még a lila is kell, hogy legyen. De az nincs benne. Na szóval, képzeljétek el, volt benne, azt mondja, összesen 6-10-14 darab cukorka, de úgy látszik, az enyémben nem jutott az íris kávéból, az ír kávéból. Ehelyett kaptam 6 darab kapucsinósat, 4 darab kafélattét és 4 darab eszpresszót. Hát az enyémből kimaradt. Nem tudom, hogy hogy sikerült ezt így elosztani. Itt van a 4, itt a másik 4, itt pedig a 6 kapucsinó. Na, kóstoljunk meg egy kapucsinósat. Ó, szóval ez ilyen csokiba mártott. Szerintem olvastam is amúgy, csak nem emlékszem rá. Már beleharapok. Igen, lesz belül a cukorka. Én szerintem most ezt az egyet fogom itt megkóstolni, mert ez már töménytelen mennyiségű rács, amit most kóstoltam. Ez egy nem kemény cukorka, tehát el tudtam harapni a fogammal, és a belsejében benne van a cappuccino, és úristen, és nagyon-nagyon finom. Így megmutatom nektek, ez szuper. Na, akkor kóstoljuk meg a lattét is most már. Kinézetre ugyanúgy néz ki. Beleharaptam. Hát ez egy ilyen bombonszerűségnek mondanám. Ebben például nem is volt olyan kemény cukros réteg, mint a kapucsinósnál. Mi ez? Látta. A kapucsinó jobb, és akkor nézzünk meg egy eszpresszóst. Tehát látható, hogy az eszpresszósnak sötétebb a külseje. Húha! Én már nem tudom elharapni, mert akkor nem lesz fogam. Már keményebb. És a külseje is nagyon kávés ízű. Aha. Na most megnyílt. Azért otthon ne próbálkozzatok ezzel, hogy átharapjátok a fogatokkal, mert nem biztos, hogy megmarad, szóval inkább szopogassátok. Én most a videó miatt egy kicsit, hogy felgyorsítsam a folyamatokat, haraptam bele, és ebbe is ott van benne a krém. Igazán erőteljesen érződik benne a kávé, úgyhogy szerintem szuper. Nagyon-nagyon ajánlom ezt a cukorkát, aki szereti a kávét, nem fog benne csalódni. Egytől egyik finom volt minden, kivéve az, hogy nem rakták bele az ír kávét, na se baj, úgyhogy 5 pontot adok erre is. Na és akkor összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom hány terméket kóstoltam meg, de sokkal több volt benne az, ami ízlett, mint ami nem ízlett. Úgyhogy most azt mutatom meg, ami nem ízlett, mert igazából az 2, illetve 3 olyan termék volt, nem 4, de a 2 legrosszabb volt. Az egyik ez a tejcsokoládé, ami nem ízlett, illetve a nápoi sem. Valamint pénzben nekem és ízben sem érte meg ez a popcorn, és a ropi sem. De csak az én véleményem, szóval ha hallgattok rám és bíztok bennem, akkor ezeket nem veszitek meg. Viszont a többit jó szívvel ajánlom, a chipsek is, a kukacok is nagyon jók voltak, a kávé is, ez a kis fehér sütemény meg isteni volt egyenesen. Ami nagyon ízlett még, amit kiemelnék, ez a pizzás. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon finom, árban nem drágák, úgyhogy érdemes őket megkóstolni, ha arra jártok. Hát ennyi lett volna már ez a videó, már most degeszrettem magam a kóstolgatásokkal, úgyhogy mivel megbontottuk ezeket a napokban, el is fogjuk őket fogyasztani. Nem tudom, hogy nálatok most milyen nap van, de nálam még karácsony előtt vagyunk, viszont ez a videó szerintem valahogy szilveszter környékén megy majd ki, vagy az előtt, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e még videó, meg ha lesz és mikor, úgyhogy ebbe a videóba szeretnék nektek kívánni kellemes és boldog új évet, erőben és egészségben gazdag új évet mindenkinek, mindenki mellé álljon a szerencse és az egészség, ez a legfontosabb, hogy egészségesek legyünk. Találkozunk jövőre is, illetve a következő videóban, fogalmam sincs, hogy mikor lesz és mi, de én itt vagyok, és itt maradok jövőre is veletek. Legyen szép napotok, sziasztok!